Nem kezdtük jól ezt a mérkőzést. Mi volt az elején, és aztán utána mi hozta a fordulatot? Sorban kell gratulálnom csapatomnak, hogy úgy, hogy nem játszottunk tökéletesen, sikerült nyerni. Egy nagyon jó ritmus játszó TF ellen, és gratulálom nekik, mert nagyon jó játszottuk. Szerintem dobtuk 14-3-os, ez női szekcióban, ez ritka dolog. Akár mi is, vagy én vagyok hibás, ha ez történt, mert olyan taktikát is választottunk, amit engedte ez a szituációkat, de amit szuper dolog, hogy sikerült meccs alatt változtatni a stratégiát, és sikerült nyerni a meccset, hol mondom még egyszer, nem játszottunk tökéletesen, de van sok pozitív dolog, és ezeket szeretném sorolni. Elsősorban, hogy ebben a helyzetben, amit van, játszottunk a meccset, hol sok szurkoló, szuper szurkoltok, azt jelenti, újra volt kosárlabda ünnep Szekszárdon, visszajött Erika McCall, jó is játszott, ennek is örülök. Gereben Lévi játszott, elég fontos pillanatokban, harmadik negyedben hozta ez a, amit kellett, pluszkot tudunk fordítani a meccset. Studer Ágnes játszott sok perceket, amit alapul nem tervezem, több mint 30, de például második negyedben ő saját tudással és karakterrel hozta vissza minket, mínusz szerintem 13-tól. Amit azt jelenti, nagyon sok pozitív dolog, és nem elveszítettünk a fejeket, mert ez egy olyan meccs volt, mikor nem megy támadásban, másik oldalon minden bemegy TF-nek. És mikor ez van, sokszor ez van, hogy játékosok elveszítenek, teljesen önbizalom, de azért mi nagy gárda vagyunk, mert maradjunk egymás mellett, kátú, back to back, és tovább, hogy kívják, mit munkások dolgoztunk, és végül is nyertünk. Azt mondta Zsejko, hogy nem tervezte, hogy ilyen sok játékpercet töltesz a pályán, de hogy nagy szükség volt rád. Hogy érzed, mi az, amiben tudtál segíteni a csapatnak? Úgy gondolom, hogy igazából ugye nem kezdtük jól a mérkőzést, és nagyon sok pontot kaptunk az első negyedbe, és ugye előnyre is tettek szert, és úgy voltam, hogy a védekezésen kell javítani, és megpróbáltam az agresszivitásomon növelni, hogy én is, hogy a labdafelhozatalt minél jobban megnehezítsem számukra, és ebből tudtunk szerezni egy-két labdát, és talán nekem is utána ebből lett úgy jobban önbizalmam, és be is tudtam találni a másik oldalon. Igazából ez az, hogy amikor ilyen nehéz idő van a pályán, időszak van a pályán, akkor igazából ezt várom magamtól is, hogy próbáljak a csapaton segíteni, mert mindig például az Ali az, aki ugye a hátára tudja venni a csapatot, és védekezésben ott van, és szerez egy-két labdát, és igazából ezt szeretném, hogy én is tudjak neki úgymond ebbe segíteni, például amikor ő nincs a pályán, mert például nekünk fiatal kell, meg ugye most nekünk is nagy rotáció van, akkor például én is fel tudjam venni azt, hogy akkor oda tesszük magunkat védekezésbe, és most kicsit jöjjünk vissza a meccsbe, és hála Isten, sikerült is. Igazából a második fél időben pedig nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és pont azt akartuk, hogy hosszabb időszakokra kihúzni azt, hogy jól játszunk, tehát nem ilyen hullámzóan, mert voltak nagyon jó megmozdulásaink támadásba és védekezésbe is, aztán meg volt, hogy a következő három támadásokba kosarat dobtak, tehát a védekezésünk rögtön rossz volt három támadásig, és mi meg nem tudtunk dobni. Szóval, hogy ebbe kell nagyon sokat fejlődnünk. Azt tudtuk, hogy a TF egy olyan csapat, ugye, akik nem adják föl, és az látszott is, hogy egy percig nem adták föl a végéig sem. Szóval nekünk meg ezen kell javítani, hogy hosszú távon jók legyünk, és kevesebb hibával játszunk. És persze meg vagy valami, örülök, hogy Erika visszajött, és hát mondhatom, hogy látszott, hogy ő már ugye Szekszárdon van jó pár éve, mert első meccs is rögtön ugye nagyon jó ritmusba tudott beszállni, úgyhogy, de még ugye még mindig őt is még jobban be kell építeni a csapatba, mert azért ő most két hónapot nem volt velünk, vagy több, mint két, amíg mi ugye úgy, együtt játszottunk. Úgyhogy de örülök, hogy most teljes a keret, várom, hogy az ala is meggyógyuljon, aztán remélem, hogy ebben még nagyon sok van ebben a szezonban.
Köszönöm.